A járványhelyzet időszaka alatt a bíróságok is zárva tartottak. Először rendkívüli ítélkezési szünetet rendeltek el, majd a későbbiekben távmeghallgatás útján lehetett tárgyalásokat tartani. Az ügyfelekkel való kapcsolattartás telefonon keresztül, papíralapon és elektronikus úton történt. Június elejétől a megfelelő óvintézkedések betartásával ismét lehet tárgyalásokat, előkészítő és nyilvános üléseket tartani. Az utóbbi hónapok történéseiről, rendelkezéseiről beszél dr. Szilvási László, a Püspökladányi Járásbíróság elnöke. A COVID-19 vírus, mint humán járványügyi veszélyhelyzetet jelentő tényező, a bíróság működését és munkáját igen drámaian érintette, és igen jelentős hatással volt a működésünkre. Az eltelt időszakot tulajdonképpen havonként változó jogszabályok, illetőleg eltérő utasítások mentén tudtuk teljesíteni, és ez érezhető volt, nyilván az ügyfelek is megérezték ennek a hatását. Röviden összefoglalva, ez a periódus három részre tagozódott, mondhatnám azt, hogy márciustól kezdődően különböző jellemzők voltak a működésünkre. Az első, a márciustól kezdődő időszak, ennek a legjellemzőbb intézkedése a rendkívüli ítélkezési szünet kihirdetése volt, amely tulajdonképpen azt jelentette, hogy főszabály szerint a bíróságon sem tárgyalások, sem nyilvános ülések, sem előkészítő ülések tartására nem kerülhetett sor, kifejezetten tilalmazott volt. Elsősorban ezáltal csak is a tárgyaláson kívüli eljárásjogi megoldások lehetőségeivel élhettünk. Ügyfeleink ebből leginkább azt érzékelhették, hogy a már márciusra vagy későbbi időpontokra kitűzött tárgyalásainkat elhalasztottuk, hivatalból új tárgyalási határnapok kitűzésére került sor, és a halasztások azok a rendkívüli ítélkezési szünet végéig terjedtek. A személyes megjelenést igénylő esetekben csak és kizárólag halaszthatatlan eljárásjogi cselekményeket foganatosítottunk, és azokat is elsősorban, vagy mondhatnám azt kizárólagosan elektronikus úton. A személyes ügyfélfogadás, az ügyfélsegítő, korábbi nevén ugye panasznapi intézménye abszolút szünetelt, és mondhatom azt, hogy kvázi úgy működtünk, mint egy nyári törvénykezési szünet időszakában, tehát leginkább egy ügyeleti rendszerhez hasonlóan. A következő szakasz volt a március végén kezdődő időszak, amikor is megszülettek azok a kormányrendeletek, amelyeknek a segítségével lehetőségünk nyílott arra, hogy tágítsuk a működésünket, bővítsük a repertoárt. Ez elsősorban abból adódott, hogy a rendkívüli ítélkezési szünet véget ért jogszabályilag. Megteremtették azokat az eljárásjogi lehetőségeket és intézkedéseket, amelyek alkalmazásával, ha korlátozott mértékben is, de a bíróság működése az újra indulhatott. Ebből az ügyfeleink legfőképpen azt érzékelték, vagy érzékelhették, hogy egyes ügycsoportokban, tehát polgári peres eljárásokban, pótmagánvádas eljárásokban, magánvádas eljárásokban az eljárások felfüggesztése következett be, ezt a jogszabály eként rendelt el, hogy legfeljebb 6 hónap időtartamra ezeket az eljárásokat fel kell függeszteni. A bíróság a rendelet adta lehetőségek keretein belül vizsgálta, hogy milyen tárgyaláson kívüli megoldásokkal lehet az egyes eljárásokat befejezni.
peren kívüli eljárásjogi lehetőségekre gondolok, és természetesen ugye elsődleges szempont volt itt is, hogy a személyes megjelenés az ügyfeleknek az lehetőség szerint kerülendő. Végül, hogyha ezek közül, a lehetőségek közül egy sem vezetett eredményre, akkor a kormányrendelet megadta azt a lehetőséget, hogy most már nem csak halaszthatatlan eljárásjogi cselekmények esetében, távközlési eszköz útján tudjunk tárgyalásokat tartani, előkészítő üléseket, nyilvános üléseket. Távmeghallgatásokat büntetőjogi ügyekben tartottak, az ezt lehetővé tevő úgynevezett via videó telekommunikációs rendszer segítségével. Ezekre jellemzően büntetőügyekben került sor, mégpedig olyan büntető eljárásokban, ahol a vádlott fogvatartott, és ilyen esetben a büntetés végrehajtási intézetekben működő végpontok és a bíróságnak a via videó táv telekommunikációs rendszerén keresztül lehetett kommunikálni és a tárgyalásokat megtartani. Így ezeket a kényszerintézkedéssel érintett ügyeket vettük előre, és ezekben már megkezdtük a tárgyalásokat, hogy haladjanak. Ez magának a rendszernek a logója, ugye a NISZ működteti, ez a nem információs szolgálat, és az időpontfoglalások is ezen a elektronikus rendszeren keresztül folynak, és akkor abban az esetben, hogyha leegyeztetjük a végponttal, hogy nekik van-e szabad időpontjuk arra, akkor tulajdonképpen itt egy ilyen naptárrendszerben megjelenik. És azon a napon, illetve abban az órában elkezd visszafelé számolni, hogy 30 perc múlva vagy 10 perc múlva csatlakozik a rendszer, és ezekben az esetekben van mód arra, hogy amikor bekapcsolódnak, akkor tulajdonképpen megjelenik akkor mi kerülünk a sarokba, és akkor a fő kivetítő pedig a távoli helyszín az, ami látható. És különböző beállításokra ad lehetőséget, attól függően, hogy éppen melyik eljárásjogi szereplő nyilatkozik, vagy éppen hol tartózkodik, illetőleg a kamera pozíció is változtatható, mert van egy hátsó kamera, és akkor azt pedig most innent azt a hátsó sort veszi. És ugye lehetőségünk van ezzel az iratolvason keresztül, hogyha látni akarja az iratból valamilyen dokumentumot, vagy egy bizonyítási eszközt, akkor ezzel, mint egy nagyító, tulajdonképpen rá tudunk közelíteni, fókuszálni, és akkor ezt ezen keresztül bemutatni, illetőleg van lehetőség arra, hogy prezentációt tartsunk, tehát egy laptopot, hogyha rácsatlakoztatom itt ezen a központi rendszeren, akkor tulajdonképpen a kivetítő is azt látja, amit én például egy szakértői, egy műszaki szakértői vélemény, ami általában szokott modellezést tartalmazni, azt le tudom neki mozgásban vetíteni, vagy pedig egy videokamera felvételt, hogyha mondjuk a bűncselekményről videokamera felvétel áll rendelkezésre, és ezt meg akarja tekinteni, akkor minden opció adott ahhoz, hogy ebben tudjunk számára lehetőséget biztosítani. Ebben az időszakban a személyes, fizikai kontaktus elkerülése miatt szünetelt a személyes ügyfélfogadás, illetve iratkaranténi szabály volt érvényben. A személyes ügyfélfogadás, ami az ügyfeleket érinti, az továbbra is szünetelt ebben az időszakban is. Elektronikus és papíralapú ügyintézésre tértünk át teljes egészében a személyes kontaktoknak a kerülése érdekében, ugye ez indokolta legfőképpen. A papíralapú beadványok azok a bíróság épülete előtt elhelyezett gyűjtőládába érkeztek, és utána pedig néhány napos iratkarantén után lehetett őket elővenni, és utána kerültek feldolgozásra. És végezetül ugye a harmadik szakasz, amelybe most jutottunk el, és tulajdonképpen most éljük, ez 2020. június első napjától
jellemző, akkor lépett hatályba 229/2020-as kormányrendelet, amely tovább módosította, bővítette az eljárásjogi szabályokat, és ezáltal a mi lehetőségeinket is. Annak ellenére, hogy ismét lehet tárgyalásokat tartani, mégis a perenkívüli megoldások, valamint a telekommunikációs eszközök lehetőségét keresik a bíróságok. Továbbra is a elsődleges az, hogy a tárgyaláson kívüli, perenkívüli megoldások élveznek elsődlegességet. Ezeket preferálja maga a jogszabály is, hogy ilyen megoldásokat válasszon az ügyben eljáró bíró vagy bírósági titkár. Ugyanakkor most már lehetőség van a személyes meghallgatások, nyilvános ülések és előkészítőléseknek a megtartására is, illetve a korábban említettem, hogy a felfüggesztésre került eljárásoknak a újraindítására és kitűzésére is lehetőségünk van. Tehát ez most már a magánvádas, pótmagánvádas ügyeket is érinti. Ebben azonban szükséges azt és fontos megemlíteni, hogy egyrészt van egy technikai sorrend, hogy hogyan lehet ezeket a tárgyalásokat és üléseket megtartani, másrésztről pedig egy szigorú protokolláris szabály rendszer betartásához köti a jogszabály ezt a lehetőséget. A technikai sorrendiség az azt jelenti, hogy a tárgyalások megtartásában jelenleg is elsődlegesen alkalmazandó az elektronikus, a telekommunikációs eszközöknek a használata és igénybevétele, vagyis ugye a távmeghallgató berendezésekkel, és most már immár a Skype rendszernek a rendszerhez való csatlakoztatásával bonyolíthatóak le a tárgyalások. A tárgyalásokon az egyébként az ilyen eszközzel, tehát telekommunikációs eszközzel rögzített eljárási cselekményekről készült felvételek is lejátszhatóak, tehát ezáltal megint csak a személyes jelenlét az mellőzhető. Példaként mondom, hogyha egy tanút a nyomozati eljárásban, vagy az eljárás korábbi szakaszában videó igénybevételével, videokamera felvétellel rögzítették a tanúvallomását, abban az esetben ez a felvétel lejátszható, és az eljárás részévé lehet tenni. A személyes meghallgatásra kerül sor, a járványügyi megelőző jellegű előírásokat be kell tartani. Amennyiben ilyen eszközökkel, tehát távtelekommunikációs eszköz útján nem lehet a tárgyalást megtartani, vagy ezek az eszközök nem állnak rendelkezésre bármely oldalon, akkor a jogszabály most már lehetőséget teremt arra, hogy személyes megjelenéssel, ugye mondhatjuk azt, hogy hagyományos módon tartsuk meg ezeket a tárgyalásokat. Nos, ezekben az esetben itt lépnek be azok a bizonyos általam említett szigorú protokolláris szabályok, amelyeket be kell tartani. Egyrészt már az épületbe lépés feltétele ez a bizonyos szabály, vagy ez a szabályrendszernek a betartása, amelyet a épületbe lépéskor ugye a kollégák ellenőriznek a portaszolgálaton, másrésztről pedig ugye a tárgyalást vezető bírónak van egy ilyen diszkrecionális joga, hogy ezt folyamatosan ellenőrizze ezeknek a szabályoknak a betartását, és vizsgálja, hogy a tárgyalás során az egészségügyi szabályok betartásra kerültek-e, és ezek a feltételek fönnállnak-e. Nos, ilyen szabálynak tekinthetjük, és az ügyfelek számára nyilván fontos információ, ugye a védőeszközöknek a használata. Másrésztről egyfajta kikérdezés zajlik a beléptetéskor is, és a tárgyalóba történő belépés során is, hogy vírusfertőzöttséggel valamiféle érintkezés történt-e az ügyfél részéről, ez kikérdezés útján történő ellenőrzést jelent. Már a bíróság épületén belül akár a folyosón való várakozás, akár a tárgyaló teremben helyet foglalás során a egészségügyi védőtávolságnak a betartása és ennek a biztosítása is feltétele annak, hogy személyesen tárgyalást lehessen lebonyolítani, és ezen feltételeknek a hiánya pedig azt jelenti, hogy a bíró lehetőséget kap arra,
hogyha az adott eljárási cselekmény során ezek a szabályok nem tarthatók be, vagy esetleg valamelyiknek a megszegését észleli, akkor ezt a tárgyalást, ezt az eljárási cselekményt megszakíthatja, illetőleg ugye lehetősége van arra, hogy elhalassza későbbi időpontra. Személyes ügyfélfogadásra csak úgy kerülhet sor, ha az ügyfelek betartják a szigorú beléptetési szabályokat. A kormányrendelet megteremtette a lehetőségét a személyes ügyfélfogadásnak is. Most már lehetősége van tehát a tisztelt ügyfeleinknek arra, hogy személyesen is megjelenjenek a bíróság épületében, amennyiben az ügy ezt megkívánja. Belépésük azonban, és ezt hangsúlyoznám, hogy továbbra is szigorú feltételekhez kötött, amelyeket egyrészt ugye a bíróság bejáratánál kihelyezett tájékoztatókon olvashatnak. A bíróság honlapján is van erről egyfajta tájékoztatása, a beléptetési szabályzatok ott el vannak helyezve, aktualizálva vannak, tehát azokból mindig aktuális információkat lehet nyerni. Az idézetteknek, értesítetteknek pedig az idézéseik és az értesítéseik mellé egy írásbeli formanyomtatvány formájában szintén lehetőséget biztosítunk arra, hogy megismerjék ezeket a belépési szabályokat. Nos, ezekből a legfontosabbaknak vagy a kiemelendőknek találom azt, hogy az épületbe belépő minden személy számára kötelesség az, hogy hozzon magával, tehát saját maszkot, vagy a szájat, orrot eltakaró kendőt, sálat, mert a belépést követően az épület közös használatú helységeiben ennek a viselése kötelező. Tehát ezt akik idézést vagy értesítést kapnak, az idézésük mellé megkapják az erről szóló tájékoztatást, de akik nem idézésre vagy értesítésre, hanem más személyes ügyintézésre érkeznek, nekik is fontos ezt tudni, hogy ez a feltétele a épületbe lépésnek, és itt belül pedig a viselése az kötelező. A tárgyalásokon a bírónak szintén van lehetősége arra, hogy ettől eltérjen, tehát abban az esetben, ha úgy látja, hogy a egészségügyi szabályok megtartása egyébként ezt lehetővé teszi, akkor ennek viselésének a mellőzéséről rendelkezhet, de kizárólag az ügyet tárgyaló bíró engedélye az, ami ezt felülírhatja, ezt az általános szabályt. Szintén további feltétel az, hogy aki belép az épületbe, a portánál, illetőleg az ügyfélpultokon elhelyezett kézfertőtlenítőt használnia kell, tehát ez kötelezően használandó a kézfertőtlenítés. Utána igyekeztünk olyan rendelkezéseket bevezetni, amely a várakozást lerövidíti, ez pedig többek között abból áll, hogy az épületbe a meghirdetett eljárási cselekmény előtt csak 10 perccel lehet legkorábban belépni. Ez ugye egyrészt a szükségtelen várakozás, másrésztről pedig a szintén a személyes kontaktoknak az elkerülését szolgálja ez az intézkedésünk. Igyekeztünk a tárgyalások kitűzésénél is már arra figyelmet fordítani, hogy olyan lépcsőzetes módon idézzük a ügyfeleket, hogy elkerülhető legyen a párhuzamos várakozás, illetőleg az épületben való találkozásnak a lehetősége. A tárgyalótermekben be kell tartani a védőtávolságot, ezért ez a rendelkezés a nyilvános tárgyalásokat is érinti. A tárgyalótermekben a tárgyalótermi protokoll betartásáról már ugye részben esett szó. Itt konkretizálva azt kell a eljáró bírónak vizsgálnia, hogy a tárgyalóteremben is betartható-e ez az egészségügyi védőtávolság, magyarán 2 méteres távolság tartásának a lehetősége az biztosított. Ez, ha már televízióban tájékoztathatom erről a
lakosságot, akkor azt is elmondom, hogy nyilván a tárgyalásoknak a nyilvánosságát is érinti ez a fajta egészségügyi szabály, mégpedig olyan formában, hogy szintén az ügyben eljáró bírónak a lehetősége és joga arról dönteni, hogy egy tárgyaló teremnek a kapacitása az milyen nyilvánosságot bír el. Következésképpen van lehetősége a tárgyalás nyilvánosságát korlátozni az egészségügyi szabályokra hivatkozással. Nyilván egyedi szabályokat állapíthat meg azokra az esetekre nézve, amikor például ezek az egészségügyi védőtávolságok már nem tarthatóak be a megjelenő személyeknek a létszáma alapján. Ezért mondtam azt, hogy ilyen szempontból áttételesen a bíró kap egy eljárásjogi lehetőséget arra, hogy a tárgyalásnak a nyilvánosságát azt korlátozza, és ebbe beleértendő a hallgatóságként jelenlévő személyeknek a száma is, mert ugye az is lehet egyfajta létszámlimit tárgya. Az ügyfelekkel való kapcsolattartás módját tekintve a bíróságok előnyben részesítik az ügyfélkapun vagy e-mailben történő ügyintézést. A papíralapon benyújtani kívánt beadványokat továbbra is a bíróság portáján lévő gyűjtőrádába kell bedobniuk az ügyfeleknek. Végezetül az ügyfélfogadás és az ügyfélsegítő korábbi nevén ugye panasznapi ügyintézésnek a jelenlegi státuszáról és helyzetéről néhány szót mondanék, ami ugye aktuális és fontos tudnivaló lehet az ügyfelek számára. Sok telefont és érdeklődést kapunk ez iránt, hogy hogyan működik és hogyan állt vissza ez a rend. Nos, azt kell mondjam, hogy továbbra is elsődlegességet élvez az elektronikus ügyintézés, vagy az elektronikus úton zajló ügyintézés, mert ugye ez a kettő nem ugyanaz. Ezeknek a technikai hátterét a bíróság biztosítja. Ugye az elektronikus ügyintézés az ügyfélkapu rendszeren zajlik, és elektronikus úton pedig ugye e-mail útján lehet kommunikálni a bírósággal. Az ügyfeleinknek van lehetősége most már ugye írásban, egyrészt ugye papír alapon, másrésztről pedig az említett elektronikus úton benyújtani a kérelmeiket. A papír alapú ügyintézésben az az újdonság, hogy megszűnt az iratkarantén szükségszerű alkalmazása, ez pedig azt jelenti az ügyfélek számára, hogy közvetlenül eljutnak írásbeli beadványaik azonnal vagy rövid úton az eljáró bírói tanácshoz. De azt tudni kell, hogy az írásbeli beadványokat az továbbra is a bíróság portájánál elhelyezett iratgyűjtőbe, gyűjtőládába kell bedobni, és akkor onnan azt mi naponta ürítjük, és úgy történik meg napi szinten az iratoknak az érkeztetése. A személyes ügyfélfogadás, ugye, ami kardinális kérdés és folyamatos változáson esett át ebben az időszakban, az úgy alakul, hogy továbbra is csak a legszükségesebb esetekre korlátozódik a személyes ügyfélfogadásnak a lehetősége. Az irodai helységekben limitálva van az, hogy hány ügyfél lehet egy időben jelen. Több ügyfél csak akkor lehet jelen, hogyha közöttük is ez a bizonyos 2 méteres egészségügyi védőtávolság tartható, csak és kizárólag ebben az esetben lehet több ügyfelet fogadni. És az ügyfélfogadás célja az nem lehet más az ügyfelek részéről, csak iratbetekintés, felvilágosítás, kérés, vagy pedig, hogyha iratot akar beadni, de említettem, hogy ennél is a gyűjtőládába történő gyűjtés az, ami a preferált és az elsődleges, és ezáltal az ügyfélfogadásra még az a fontos szabály, hogy ennek a legrövidebb időig kell tartania a lehetőségek szintjén. Ezért én ajánlom egyébként mindenki számára, hogy akinek erre lehetősége van, elsősorban ezt elektronikus úton és vagy írásban tegye meg. Ismét lesznek ügyfélsegítő napok, amelyekre e-mailben történhet meg az időpontfoglalás, valamint rövid összefoglalót kell írniuk az állampolgároknak ügyükről.
A személyes konzultációk június 20-ától indulnak. Az ügyfélsegítő újraindul, tehát újra lesz ügyfélsegítő intézményünk, viszont ebben is nagyon fontos változások vannak. Elsődlegesen ugyanis e-mail útján várjuk az időpont foglalásokat. Ez korábban is már megtörtént, ugye átalakultunk még a humán járvány előtti időszakban a orvosi rendelőkhöz hasonló időpontfoglalásos rendszerre, ugye telefonon vagy e-mail útján lehetett időpontokat foglalni. Most ez azzal egészül ki, hogy az ügyfeleinket megkérjük arra, hogy akik ilyen elektronikus úton kívánnak időpontot foglalni, továbbra is biztosítjuk ezt a lehetőséget, de kérjük, hogy az adott problémát, amivel az ügyfélsegítőhöz szeretnének fordulni, azt néhány sorban részletezzék, írják le, és amennyiben erre lehetőségünk van, akkor a bírósági titkáraink írásban fognak erre választ adni a megadott e-mail címre. Ha a röviden leírt problémából az tűnik ki, hogy ez írásban nem megválaszolható, nem megoldható, abban az esetben lesz csak mód arra, hogy a bíróság időpontot adjon az ügyfélsegítőhöz, az ügyfelek számára, és ez az időpont, hát a mostani jelenlegi hatályos rendelkezések alapján június 20-a utáni időpont. Úgyhogy ezt is tudnia kell az ügyfeleinknek, hogy akik ilyen időpontra szeretnének előjegyzést, minden valószínűség szerint már csak későbbi időpontokra kapnak, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy nagyon fontos, hogy kérem tartsák be ezt a fajta szintén egészségügyi szabályokból adódó protokolláris sorrendet, vagyis hogy írják le röviden a problémáikat, erre elsősorban írásban fogunk választ adni, és amennyiben nem, akkor ezen az elektronikus úton fogják megkapni az időpont foglalásról, illetve annak az eredményéről szóló tájékoztatónkat. Végezetül pedig javaslom, hogy bárki, aki a továbbiakban személyesen szeretne ügyintézni és eljárni a bíróságon, függetlenül attól, hogy idézéssel, értesítéssel, vagy pedig anélkül szeretne megjelenni, mindenféleképpen tájékozódjon. Egyrészt ugye a bíróság honlapjáról, a bíróság.hu honlapról, a bíróságon kifüggesztett tájékoztatókból, belépési szabályzatból és egyebekből szintén a feltételeket megtudhatják, hogy milyen opciók mellett lehet a személyes ügyintézést a bíróságon lefolytatni. Végső soron pedig ugye a bíróság honlapján belül is meg van említve a bíróságnak a központi telefonszáma, hogyha azon keresztül keresnek minket, akkor akár a tanúgondozó, akár pedig a Lajstrom irodai munkatársaink készséggel adnak felvilágosítást, vagy akár a portaszolgálaton, hogy milyen feltételekkel fognak tudni eljárni a bíróságon. E-mail címünk a bíróság.hu szintén a központi információ nyújtásra áll rendelkezésre és tájékozódásra, és végül a ügyfélsegítőnek említeném, hogy annak is van egy külön e-mail címe, ami azért nagyon fontos, mert akkor ebből tudhatjuk, hogy azok az ügyfelek az ügyfélsegítőhöz időpontfoglalás céljából szeretnének informálódni. Ez is egy nagyon egyszerű e-mail cím, ügyfélsegítő pladany@pladany.bíróság.hu e-mail címet takar, és ezen keresztül lehet tulajdonképpen informálódni, még mielőtt a bíróságon az ügyfél személyesen megjelenne. Nos, ezek nagyjából azok az intézkedések, amelyek egyrészt lezajlottak, és az elmúlt időszakot jellemezték a bíróságon, illetőleg a mostani aktuális helyzetre vonatkozóan adnak némi iránymutatást.